Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Első vendégem mostanában igencsak a figyelem középpontjában van. Hát, hogyha valakit Oscarra jelölnek, akkor az egy fontos dolog, hogy mennyire jelölték Oscarra, és hogy ezt ő hogy éli meg. Többek között ez is egy érdekes kérdés, mert hát nem a díjakra megy, de van neki azért bőven. Szász János, 55 éves rendező, egyetemi docens. Egyaránt sikeres film és színházi rendezőként is. A Wittmann fiúk és a Wojciech sikere után a Nagy füzet című filmje az idei magyar Oscar jelölt. Színházban előbb a nagy klasszikusokat, majd 2010-ben Ulickaját, 2013-ban Sütő Andrást rendezett. Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész, a köztársasági tiszti kereszttel is kitüntették. A magyar fasiszták nagyon is élnek és jelen vannak. Annyira szép volt, annyira hibátlan volt itt minden, hogy akkor ez az utolsó mondat, ez az idézet tőled, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Ez úgy lerántja az embert, hogy az életműved egy része az üzenet a jelenkornak, ennek a fajta nagyon megengedő és sok mindent beengedő jelenkornak? Hogy ez ezért van? Hát ez a sok minden? Hát nem. Mármint az, hogy ennyi mindent csináltam össze és vissza. Nem, inkább a gyerekeimnek üzenet. Tehát az, hogy jelenkornak mit üzenem, kinek üzenjek a jelenkornak. Hát aki beül mondjuk egy színházba, és még hajlandó színházba beülni, és értelmes gondolatokat fogadni színészektől, nekik. Igen. A színház az a jelenkornak szól, a jövőnek színházat nem lehet, filmet lehet. Hát nagyon érdekes most egyébként ma a színház, ugye 2013-ban. Én azt vettem észre, hogy mennyire politizál a színház. Ez nagyon régen volt egyébként így. Minden elnyomás alatt nagyon jó a színház, és mindig nagyon erősen politizál. És én magam úgy néztem a színházak műsorát, majd azon kaptam magamat is rajta, amikor csináltam az Álomkomban, hogy erről van szó, a Sütő darabot, hogy én magam is politizálok, amit én azért nagyon ritkán teszek. Úgyhogy azért ez a jelenkornak ment. Úgyhogy a kérdésed az döbbenetesen igaz, azt kell mondjam. A Pestiben mutathatunk be egy hónappal ezelőtt a Sütő darabot, ami egy kicsit Mengele, egy kicsit Ceausescu, és egy kicsit a jelenkorban mi? Hát nagyon. De mi? Mi az? Hát nagyon az az érzés, hogy hát egyrészt ugye vannak ezek a színházi ügyek. Én pont a Vígszínházban rendeztem ugye ezt, a Pesti Színházban rendeztem, ahol éppen arról volt szó, hogy a Zenikővel mi lesz. Ott az érzékelhető volt a hétköznapban, hogy a színészeket ez foglalkoztatja, vagy hogy politizálnának? Nem. A színészeken az volt érzékelhető, hogy remekül dolgoznak, szakszerűek, tudják a szöveget, és isteni velük együtt lenni 10 és 14 óra között. Nem politizáltunk, tudtuk azt, hogy mi történik, és minél több időt töltöttem el velük, annál kevésbé értettem, hogy miért akarják például az Eszenyitől ezt a színházat elvenni. Tehát, hogyha most azt kérdezett tőlem, hogy ez aktuális-e, ez az előadás, amiben azért a hatalom és a színház viszonyáról elég erősen szó van, hát azt kell mondjam neked, nagyon aktuális. Igen, nagyon. Hála Istennek. Na de te a filmen is nagyon aktuális kérdéseket feszegetsz. Ugye a film, amiről beszélünk, Ágota Kristóf regénye alapján készített munkád, az igazából a túlélésről szól. Hogyan lehet kibírni, hogyan lehet túlélni, hogyan lehet bármit kibírni, hogyha az ember ezt a feladatot kapta. Most ez esetben két gyerek kapta ezt a feladatot, túl kell élni. Ez aktuális? Hát ezt na-na. Igen, most de ez aktuális picit, Amerikában épp annyira, ahol mondjuk egy filmfesztiválon, a Magyar Filmfesztiválon ezt a filmet már bemutatták, mint nekünk itt, hogyha a Puskin moziba megyünk? Hát igen, attól függ, hogy mi az üzenet számodra, tudod? Tehát, hogy nekem a legnagyobb élményem mondjuk ezzel a filmmel kapcsolatban az volt, hogy például vetítettük Brazíliába, és egy indián asszony odajött, és mondta, hogy ezt a filmet a favellákban kell vetíteni, mert hogy ez a film ezekről a szegény gyerekekről szól. És lehet, hogy ott van a túlélés, természetesen emögött a mondata mögött, de mégis lehet, hogy ott van az a kérdés, hogy ez a borzasztó szegénység, meg a felelőssége mondjuk nekünk, ugye? Te is apa vagy, én is apa vagyok, tehát azért én ezért is csinálok filmet, meg filmeket, mert folyamatosan gondolkozom arról, hogy mi az, amit elszúrok, és mi az, amit nem szabadna nekem elszúrni. Tehát szól azért a füzet a felelősségről is, és hát arról is szól, hogy a háború, Az egy nagyon megváltozott morálú világban játszódik. 2013-ban egy nagyon megváltozott morálú 2013-ban vagyunk, mint mondjuk 2000 nem tudom hányban lettünk volna. Meg szól arról is,
nekem egy kicsikét, hogy ugye a nagymama egy egészen kegyetlen asszony. És nem feltétlenül az a kérdés mindig, hogy aki bánt, aki keményen bánik veled, az jót akar-e vagy rosszat. Mert ő jót akar, ő túlélni segíti ezeket a gyerekeket a maga keménységével. Pontosan. Ezt például a gyerekek értették, akikkel forgattál? Pontosan értették a gyerekek. A gyerekek nagyon szegények. Nagyon szegény sorból jöttek. Magyarország egy... Magyarország széléről, mondjuk így jó, hogy a széléről jöttek, egy nehéz családi környezetből, és amikor elkezdtem nekik magyarázni, ezt nem taglalom, hogy honnan pontosan, de amikor elkezdtem nekik magyarázni, itt a háború gyerekek, nagyon nehéz az életetek, hogy egyszerűen körbe röhögtek, és mondták, hogy mi ezt pontosan tudjuk, hogy mi ez a nehéz élet, és gyakorlatilag én tanultam tőlük, nem fordítva. És ez így van. Nem érezted a forgatás közben, hogy van egy határa, meddig el lehet menni? Nem érezted azt, hogy lehet, hogy sok? Mert aztán más már, amikor vágva a néző elé kerül, és más forgatás közben, azt gondolom, hogy amit egy rendező megél, hogy ez a lelki terror, ez a bántás, hát igen, amit a gyerekek átmennek, ezt neked szabad-e? Nem volt benned egy ilyen kérdés? De sokszor. Illetve gyakorlatilag egy helyen volt egy kérdés, amikor a Kovács Lajos megverte őket többször, mint Nyilas, ugye? Akkor gyakorlatilag saját magam is fontolgattam pont ezt a kérdést, hogy meddig lehet elmenni. Ugye? Hiszen ők nagyon egészségesek, mindig kinevettek a sok, hogy mondjam, véres tapaszt mögül felém, de azért ezek a nevetések már egyre ritkábbak voltak, és lehetett érezni, hogy nekik egyre nehezebb ezt a jelenetet csinálni. Ott valóban volt egy olyan nagyon súlyos etikai kérdés magammal szemben, hogy ezt felteszed, és ezt még senki nem tette fel, és köszönöm, hogy elmondhatom, hogy bizony néha azt éreztem, hogy ezt nem szabadna csinálni tovább ezekkel a gyerekekkel, de meg talán volt még egy jelenet, ami nagyon szigorú volt, amikor jön az apa, és keresi a feleségét, és ott kiás, és ott állnak az esőben. Az is ott néztem őket, és ők nagyon egyszerűen gondolkozó, de végtelenül érzelmesen gondolkodó gyerekek. És ott arra gondoltam, hogy majdnem csúnyát mondtam, arra gondoltam, hogy valamint talán egy picit túlmegy ez a pillanat, hogy ezt nem szabadna őket ennyire belevonni. Nyilván előtte ezt nem beszélheted meg velük, mert akkor nincs forgatás. Utána ki tudtad velük beszélni? Hát előtte nem is tudtam. Nézd, én olyan ilyen rendező fajta vagyok, aki nagyon sok mindent nem tud előre. Tehát, hogy például engem is nagyon váratlanul ért ez a jelenet, amit mondok, ez a kiásás. Tudod? Mert ennek ilyen csak súlya lesz. Igen, tehát az a forgatókönyvben annyi, hogy jön az apa, ezért keresi a feleségét, és kiássa, ugye, és esik az eső. De amikor ez elkezd egy helyzetté fogalmazódni, akkor az ember bizony, hát nagyon megrémül, ahogy én magam is megrémültem, és hát azóta mi jó barátok vagyunk, és nézd, ők Budapesten kollégisták, hála Istennek, és úgy, hogy minden héten mennek haza természetesen Kocsolára, mert Kocsoláról jöttek a gyerekek. Csak megmondtad. És azért meg, persze, hogy nem mondanám meg, és azért hozzá kell tenni, hogy a szüleik mind a kettők, ha bár nem élnek együtt, mind a ketten nagyon arra gondoltak, hogy csinálják ezt a filmet, hogy csinálják, mert hát ha valahova fogja őket vinni, és Isten adja, és mi megpróbálunk segíteni. Az feladat volt, hogy ne kerüljenek közel hozzád? Ne kerüljenek közel Molnár Piroskához? Kovács Lajoshoz, a színészekhez, akik körülveszik őket? Hogy ne legyenek barátok, vagy ne legyen ilyen pótnagymama Molnár Piroska, miközben kegyetlen nagymama a valóságban, a filmben, az ő életükben. Igen, hát az egy világos feladat volt, hogy mivel ők nem egy angol, londoni színésziskolából jöttek, ahol gyakorlatilag minden pontosan tudnak, hogy kell csinálni, balra nézni, jobbra nézni, mosolyogni és sírni. Keresd a kamerát. Így van, keresd a kamerát, tehát, hogy ők ezt nem tudták, és ők a helyzetekben léteztek. Na most, ami azt jelenti, hogy az fontos volt, hogy közöttünk, tehát én voltam a főnök, engem mindig mondták, hogy a főnöknek mindig, a főnök, Jani a főnök, ez volt a forgatásom. A Piroskától rettegtek, féltek tőle, és a Piroska is tudta, hát egy csodálatos színésznő, nevezhetjük a társrendezőmnek is a füzetben. A Piroska nem engedte őket közel. Tudta, hogy csak így lehet ezt végig csinálni. Tudta, hogy csak ezt tudja csinálni. Ez az egyetlen. Furcsa, milyen kegyetlen helyzet ez egy színésznek is. Igen. A gyerekeid mikor látták? A legkisebb látta?
Hát nézd, ő 9 hónapos, de hát őt ja, nem, ő még nem látta, 9 éves láthatta. 9 éves láthatná, hogyha megengedné apuka neki. Hogy ezért kérdem, mikor láthatja? Hát szerintem 14-15-16 éves korában. Ezt mondod a szülőknek is, hogy hamarabb ne, ugye? Igen, igen. Azt mondom a szülőknek is, hogy hamarabb egyáltalán ne. Igen, hát a legkisebb 9 hónapos. Mennyit látod? Mert hogy te minden lehetséges alkalommal, amikor van neki szabadidőd, elmész az Egyesült Államokba rendezni, tanítani. Igen. Mész. Igen, az az ország engem nagyon hív valamitől. Többször volt úgy, hogy maradhattam volna. Volt nekem egy nagyon jó szenior állásom is Bostonban. Volt nagy filmrendezők hívtak engem, hogy maradjak Amerikában, és nem maradtam, de mindig visszajöttem, és mindig valami kapu, valami, tudod, mint ezek az adventi kis ablakocskák a csokikon így kinyílnak, és olyan világosság jön ki itt, azért van itt elég sötét, ugye Magyarországon, kis világosságot mutat, és akkor elkezdek reménykedni, hogy akkor, hát akkor menjünk. Hát mert itt vannak a Molnár piroskák, itt is vannak Molnár piroskák, jut eszembe. Édes piroska. Rendezőként is nagyon nyitott, elég sokat bíz az emberre. Emlékszem, hogy volt egy jelenet, amikor a fiúk csomagot kapnak, és a nagymama azt elrejti, mindig eldugja a szülőktől jött kötött holmikat. És akkor kitették az asztalra ezeket a bontott csomagokat, majd ahogy a két fiú beront, és meglátja, szembesül azzal, hogy a nagymama dugdossa előlük a kötött ruhát, közben ők megfáznak, és azt mondta János, hogy na tessék, kezdjed. De mondom, mit? Hát piroska, hát csinálj valamit. És akkor először én úgy kicsit magamba föl is kaptam a vizet, hogy jó, de hát meg szokták mondani, hogy mit csináljak. És aztán rájöttem, hogy hát ez egy olyan fajta szabadság, amit ezek szerint kiérdemeltem, és használjam ki. És akkor persze elkezdtem a jelenetet csinálni, és utána ő már egyengedte az operatőrrel együtt, de nagyon jól esett, hogy azt most akkor igen, hát én találom ki, hogy mit, végül is nekem van dolgom a kellékekkel. Ezért mondtad, hogy gyakorlatilag társrendező, mert ennyire rá tudtad bízni magad a jeleneteket, a karaktert? Hát is, természetesen, de hát itt a gyerekek kezelése az egy nagyon lényeges dolog volt. Amit a Piroska elmondta, aki egy csodálatos színésznő, csodálatos, nagy színésznő, aki mindent meg tud csinálni. Nekem van egy ilyen úgynevezett munkamódszerem, hogy én nem egy fehér papírnál találom ki a dolgokat, hanem én a színészekből indulok ki. És hát aztán a Piroska bőven egy olyan asszony, akiből nagyon ki lehet indulni, és én nagyon kíváncsi vagyok az ő választásaira. Ezt az operatőrét hogy viselik? Mert ők meg azt szeretik, ha megmondják nekik, hogy erről jön majd a fény, arról jön a színész, te pedig innen vedd. Hát jó, attól függően nem dolgoztam még annyi operatőrrel. Máté Tibivel életem legtöbb filmjét a Tibivel csináltam, ő is egy ilyen kíváncsi. Hát egy kíváncsi fószer, a Máté is, persze, meg hát a Berger is, a Krisztián Berger is kíváncsi, és nem az a lényeg, amit mi otthon konstruálunk, én azt gondolom. Tehát mindig a csoda ott van a filmezésben, kérlek, ami akkor történik. Hát ami például itt történik most, ugye ez megismételhetetlen a mi beszélgetésünk gyakorlatilag. Hát majd holnap délelőtt megismételjük, de egyébként igen. Abban az értelemben, ahogy mondod, abban az értelemben persze igen. Neked mennyire volt nehéz az indulásod? És kifejezetten az édesapád miatt kérdezem. Hát azért ő Szász Péter ebben a szakmában nagyon valaki volt, zseniális filmek fűződnek forgatókönyvíróként a nevéhez, rendezett is, nem akármilyen filmeket. Ja. Ilyenkor azt szokták mondani egy gyereknek, hogy ne ezt a pályát választ, fiam. Hát ezt is mondtam, úgyhogy ezért húzós ez a műsor, mert ilyeneket kérdezett, csodálatos dolgokról tudok én beszélni apám kapcsán. Ő dűrohamot kapott, amikor megtudta, hogy én filmes akarok lenni. Azt mondta, hogy te ilyen akarsz lenni, mint ezek. Ezek kik? Hát az összes kollégája, hadd ne soroljam föl, már van, aki már... De ennél. Ezek volt ő is? Hát ezek volt, de kilépett ő belőle, ám figyelj, mert ő aztán a bajta egy ponton. Ő a bajta, a filmrendezés elment, és a Filmszínház muzsikának írt. Dühében? Hát dühében inkább azt mondom, hogy elkeseredésében is. Tudod, hát azért végigélte ám ezt a magyarországi létezést egészen. 1927-ben született, 44-ben is elég sok minden történt vele, 46-ig. És aztán visszajött, aztán ő Balos volt például, az én apukám,
És aztán filmes lett, filmrendező, filmdramaturg, hát gyakorlatilag ő rendezte a tizedes és a többieket, ő írta ezeket a híres mondatokat, Tanúba is azért van néhány mondata, amiről azt gondolják, hogy nem az övé, pedig nagyon az övé. Tehát azért volt egy nagy csillogás, és volt egy mellőzöttség is benne. És félted, hogy egyszer fönn egyszer lenni? Sose tudod, hogy mi miért? Attól félted, hogy hatalmas módon leszek boldogtalan ezen a pályán. És ebben igaza volt? Igen. Húzós, mi? Te boldogtalan vagy? A pályán? Hát a pályának vannak részei, például a nagy füzet, amikor csináltuk, még gyakorlatilag még mindig csináljuk, ahol egyszerűen nem találok szavakat arra, hogy egy országnak mennyire nem fontos a saját filmje, vagy nem tudom micsodája. Meg sokszor a forgatás is nagyon nehéz volt. Tehát, hogy ha próbálok meg őszintén válaszolni az őszinte kérdéseidre. A forgatás is nehéz volt. Nem voltam boldog, rettenetes körülmények között forgattuk. Pedig ez egy koprodukciós film volt. Ebben volt magyar állami pénz, erről úgy is kérdeztelek volna, lehet, hogy nem foglak végül. Volt német pénz. Uh-huh. Az ember azt gondolná, hogy itt ez a Kánaán. Hát ez a Kánaán, csak attól függ, hogy kik ülnek a nézőtéren. Tudod, te egy küzdőtéren forgatsz, és körbeülnek téged különböző faszik, már bocsánat a szóért, és néznek téged, és nem mindenki drukkol. De hát azt nem is várhatod, hogy neked mindenki drukkoljon. Miért pont neked drukkolna mindenki? Nem nekem, te. Hát annak, hogy valami de az ugyanaz, ebben az összefüggésben talán ugyanaz, hiszen egy vagy a munkáddal ilyenkor. Lehet, hogy erre gondolt az apukám. Mert hiszen volt néhány ezek én körülöttem, miközben csináltam ezt a filmet. Igen. Ráadásul hát nem tudom, jó szója a tieid, tehát az úgynevezett balliberális oldal, vagy már nem is tudom, hogy nevezzem. De meg azt nem, hogy én balliberális vagyok. Hát mert ezt el szoktad mondani. Ők meg azzal vádoltak, hogy eladtad magad Andy Vajnának, hát hiszen a te filmed volt az első támogatott film. Ezt például hogy viselted? Hát ezt azért könnyebben viseltem, ezt a dolgot. Azt, hogy én hát jól megcímkéztek. Hát könnyebben viseltem, de nagyon nehezen viseltem magát a forgatás is, tehát nehéz volt ezt a dolgot. Én azt gondolom, el kellett hogy adnod magad Andy Vajnának? Hogy kellett eladni? Akkor kellett volna eladni magam Andy Vajnának, hogyha van egy pont, amikor ő át akarta venni és átvágni a filmet, akkor azt mondom, hogy tessék parancsolni, átadom, biztos jobb. Át akarta venni átvágva a filmet? Hát volt rá néhány. Ugye a végső vágás az övé, ezt minden támogatásnál fenntartja magának ezt a jogot? Hát nálunk nem, szó nincs róla, nálunk egyáltalán nem volt az övé. Az övé egy konzultációs jog volt, azzal a konzultációval bőven élt az alap, túl sokat is azt gondolom. Megváltoztattak bármit a filmen? Nem. Mert nem hagytad? Semmilyen módon nem lehet. Persze, hogy nem. De azért, igen, de hát próbálkozás volt. Meg a fejekben, akik körülvettek engem Magyarországon, azért volt probléma ettől a fajta új, hogy mondjam, nem is mondom. Azt nyilatkoztad fél éve, hogy félsz néha itthon Magyarországon lenni. Az miből táplálkozik az a félelem? Hát néha az autóból kinézek, hogy éppen hol masíroznak a hősök terén a fiúk mindenféle olyan kosztümökbe, amivel az apámat vitték a Dunához, és szerencse, hogy megúszta, és nem lőtték bele. Tehát azt gondolom, hogy azért ez nem komfortos, ez az ország ebből a szempontból. Van, aki azt mondja, hogy ők az operett nácik. Te meg komolyan veszed őket ezek szerint? Én ezek szerint komolyan veszem őket, igen. Ha valaki megnézi Brazíliában, ahogy mondtad a példát, vagy Amerikában, ahol meg kell nézniük az akadémia tagjainak ahhoz, igen, hogy Oscar jelölt legyen a filmed, fogják érteni a jelenkornak szóló analógiát, vagy egy másik világban élnek, ahol sokkal egyszerűbb kérdésként merül lesz fel, tehát az a régmúlt, és ezek ilyenek voltak. Fogják érteni, hogy nem a régmúlt? Tapasztalataim vannak, és nem tudok egy általános érvényű. Igen, kérlek szépen, fogják érteni, ezt nem tudom mondani, de azt érzem, hogy nem, mint egy múzeumi darabot nézik ezt a filmet, nem mint egy olyan háborús filmet, ami egyszer megtörtént, jaj, de jó, jaj, de izgalmas, ha meg van csinálva, hanem van egy erős maisága. Én ahogy nézem a beszélgetéseket, meg az utórezgéseit ennek a filmnek. Tehát, hogyha ez csak egy ilyen háborús cucc lenne,
érted, akkor szerintem nem, akkor nem lenne ennyire izgalmas. Van esély egy olyan háborús filmnek Amerikában, amelyik nem úgy nyúl a háborúhoz, mint mondjuk Spielberg, tehát, hogy a koncentrációs táborban a zsidók nem voltak lefogyva igazán, mert nem mutatunk ilyen borzalmat az embereknek. Te megmutatsz, te borzalmat mutatsz az embereknek. Kiszolgáltatott, megalázott gyerekeket és felnőtteket. Igen, hogy van esély. Van ott ezzel esély? Átmenni, áttörni? Megértetni az emberekkel, hogy ez így fontos, ahogy te mutatod, és nem úgy, ahogy feltétlenül Spielberg? Ha nem csinálnám, ha nem gondolnám, és nem hinnék benne, hogy van. Tehát lehet ebből Oscar? Ebből akkor lehet csak Oscar, hogyha ez az ország, amiben élünk, úgy gondolja, hogy ez fontos. Ebben a pillanatban szerintem nem könnyű, hogy Oscar legyen belőle. Mert hogy mi kellene hozzá? Pénzparipa fegyver? Hát pénzparipa fegyver. Hát nézd, a románok 50-60 ezer eurót szánnak a filmjükre. Magyarországon ez ebben a pillanatban üzleti titok, hogy a magyar állam mennyi pénzzel járul. De látod is a különbséget, hogy a románok hogy csillognak szemben a magyar delegáció felhozatalával? Látok sok különbséget, igen. Ez szomorú. Hát nem vidám. A Mester és a Margaritát rendezed újra és újra. De. Ez kicsit cinikusan hangzik, de nem úgy szánom. Ugye megrendezted Budapesten a Nemzetiben, megrendezted Moszkvában, most megrendezted Amerikában. Igen. Mindenhol ugyanazt mondod vele? Nem. Egyáltalán nem. Sőt, mindenhol egészen mást mondok vele. Egyébként filmen nagyon megrendezni, mert hogy... Na, a negyedik. A Mester és a Margarita az olyan, mint egy ilyen, mint egy könyv, amit tanulsz, tudod? Végtelen, tehát oda-vissza, rengeteg történet van, mert rengeteg olvasat. Moszkvában is egészen más, mint például most utoljára Amerikában készítettem. Amerikában a mester volt fontos, Moszkvában a szerelem volt fontos, Magyarországon az írók voltak fontosak, tehát mindig más, tehát teljesen más. Más, amit egy ilyen sárga aláhúzóval aláhúzol belőle. Csodálatos forrás. Meg lehetne még egyébként 250-szer rendezni. Én biztos már nem fogom, de nagyon sok mindent lehet benne találni. Csodálatos. Miért nem maradsz Amerikában, ha ennyire boldogtalan vagy itt, miközben itt akarsz lenni? De nem vagyok olyan boldogtalan. Várjál, lapozzunk. Én nem vagyok azért olyan boldogtalan. Vannak nagyon erős problémái, miközben én filmet csinálok. De problémáid bárhol lehetnének a világon. De Amerikában sem biztos, hogy olyan nagyon boldog lennék. Én nagyon boldog vagyok a családommal. El kell, hogy mondjam neked. Tehát most például a feleségem Kecskeméten játszik, és most a Petivel vagyok, aki 9 éves gyerekem, nekem ez a legboldogabb időszakom, tehát én ezt egyáltalán mondom, hogy én boldogtalan vagyok. Na de hát azt is tehetnéd Moszkvában, New Yorkban, bárhol. Miért nem Amerika, hogyha Amerikában kártkarokkal várnak és marasztalnak? Hát mert akkor azt fogom föltenni magamban, hogy miért nem Magyarországon. Tehát, hogy most azért, azért ezek a szegmensek azért nagyon-nagyon kellemesek az életemben. Fogok Kecskeméten rendezni egy milliómot, nagyon szeretem azt a színházat, szeretem az egész létezését, szeretem. Tehát, hogy most már nem kell választani, most már nem vonják be az útlevelemet, hogyha mondjuk 3 hónappal később jövök, vagy az ablakom, most már nincsenek ablakok, tehát azért még azért szabadság van Magyarországon. Nem? Ez tart itthon, hogy elmehetnél? Én nem mondom, mit tart itthon. Van még egy fél perc? Persze. Engem azt tart itthon, és talán fogod érezni. Az, hogy amikor az apámat vitték a Dunához, ott van egyébként ez a Duna Park étterem, ugye most ez ilyen nagyon Szent jó. Szent István Park. Igen, ott abban az utcában vitték a gettóból, és a nagypapámmal mentek utoljára, kéz a kézben, és a leghátsók voltak a sorban. Ugye mentek, mindenki tudta, hogy mi történik. És az nagyapám megfogta az apám kezét, és megálltak. És ment tovább a sor. És kérdez szépen egy rendőr hátra nézett, és látta, hogy ott állnak ketten. 1, 2, 3 és tovább ment, és nem csinált semmit. Tehát lehet, hogy ezt tart itthon. Örülök, hogy eljöttél hozzám. Örülök, hogy meghívtál magadhoz. Gyere máskor is. Köszönöm szépen. Szász János volt az előző fél órában a vendégünk, mindjárt folytatjuk.